Hát én már most elfáradt. Ezt akartam mondani. 2. 4. A főzésre egy gyere takarítás is. Hát, ezt remélem nem sokan hallják. Sziasztok, újra Kukta, majd egy francia desszertet fogunk csinálni. Amely a madártej. Igen, és fogunk csinálni az elején rögtön egy kis versenyt. A feladat pedig az, hogy egy-egy tojás fehérjét kell felverni úgy, hogyha a fejetek fölé tartom, akkor ne essen a fejetekre. Igen, a tojás szétválasztásával kezdjük akkor ezek szerint, ami nagyon jól ment múltkor is. Igen. Fehérjében ne kerüljön sárgája, mert akkor bukta van. Igen. Ezen véreztem el múltkor. És akkor hova a sárgát? A sárgája az itt van mögöttem a tál. Így. Köszönöm. És akkor a maradékot meg én. Jó. Habverő. Igazából lehet, hogy ugyanis most 4-4-re állunk. Egyértelműen nem vagyok felkészülve, úgyhogy inkább esünk túl rajta. Remélem nem összeér a hajam. Na, akkor 3, 2, 1, mehet. Te amúgy szereted a madártejet elkészíteni? Kedvencem. Mennyi idő összesen körülbelül? 20 perc igazából. Nem egy vészes dolog. Csalás lenne, ha átállnék robotgépre? Egy kicsit. Ha van két robotgép, akkor nem. Hát én már most elfáradtam. Ezt akartam mondani. De gondolj bele, régen amúgy így csinálták. Ne állj meg, mert én fogok kérni. Hát lehet, hogy elengedem ezt, és akkor onnan szép visszajönni, ha te vezet. Hajjá. Ki mondta ezt, hogy ezt 2 perc alatt meg lehet csinálni? Hazudtak nekünk. Erre van valami könnyű húszervence, hogy kicsit segíts nekünk? Igen, van-e taktikája annak, hogy... A robotgép. Hát az most azt még nem fogom használni, úgyhogy... Mindegy, otthon jó erősítés. Én szerintem közben csinálhatod te a robotgéppel. Miért is annyi folyik, mint az egyik? Hát te jobban állsz, úgy látom. Na jó, én belépek. Már látom, hogy hol lepizom lázom meg. Ha ezzel végzünk, utána csak Bence fogja csinálni. Jó, benne vagyok. Nem lehet. Na, én nyomom, kész. Megúsztam. Teljes szívemből örülök, hogy nyertél, mert így... Szívesen. Ez az enyém. Aha. Minden elismerésem. Hát fáradtunk most. És akkor, ha ezzel megvagyunk, akkor ezt tesszük forrásban lévő vízbe. Pontosan. Csoma, kérlek, kinyitnád a kötélyet a bárdoddal? Csak azért, mert kérted, hogy ezzel nyissam. Egyébként nem ragaszkodnék hozzá. Én is meg vagyok. Az jó. Jól sikerült. Tökéletes. Na. Kicsit ment a tojásba. Az úgyis egybe megy a végén. Nem, ne, nem számít. Na, tehát most pedig... fényesre felvetted nekünk a habot. Egy kanalat szeretnék kérni. Parancsolj. Köszönöm szépen. Adunk neki egy kis közben kraftot. Felforraltuk már a vizet. Teljesen ízlés kérdése, hogy mekkora darabokat persze választasz le. De igazából most majd egyszer rá kell fordítani. És akkor úgy is látod az állagán, hogy nyerse vagy nyerse. Tehát ezek lennének a madárkák egyébként. A madárkák menekülnek, ahogy elnézem. Kicsit lejjebb vesszük. Szeretnének. Ez igen egyébként, ez felhabzik. Trükkös.
A sárgájával mi a feladatunk? Hát majd azt mindjárt rakunk hozzá egy kis cukrot. Uh-huh. Ez annyi cukrot, hogy megint ilyen ízlés szerint? Igazából abba egy kevéske vaníliás cukrot rakunk. Hát nem úgy nagyon kicsi, hanem úgy, hogy azért menjen nyugodtan. Mióta ki akarta ezt így próbálni. De tudod, hogy az innen már nem beszéltünk. Igen, és akkor a kristálycukorkunk? Abból meg 7 kanállal rakunk hozzá. 7? Aha. Akkor ez nem túl fitness. Nem. Ez nem. Akkor ezt én eszem. Igen. Meg. Jó, hozok egy tányért. El ne számold. 5. 6. 4. 7. Egyébként ezek púpos kanalak legyenek, vagy inkább ilyen laposabbak? Jókor kérdezed meg a végén. Fitnessebb. Ízlés szerint. Ez is ízlés szerint. Hogyha te édesen szereted, akkor édes lesz, ha nem, akkor... Robotgéppel vagy keverhetem? Robotgéppel. Kézzel, ha már úgy belejöttem. Régen nekem anya, amikor én édességre vágytam, akkor csak egy ilyen tojásszárgáját cukorral összekevert és behozta nekem. Olyan finom. Nekem nem hozták be, nekem ki kellett mennem és lopni. Hány főre készül most ez a madártány? Hát ez 4 adagos. 4 adagos? Aha. Na és mesélj, na ez micsoda? Mutatom, mert én ilyen madártejet még nem készítettem. Ez egy linzerkosár. Aha. És ugye ez ki van kenve kapróvalja. És ezáltal nem fog engedni. Tehát nem fog átházni, és akkor ebbe fogjuk kitárolni. Ez egy ilyen egy kis palackás dolog. De jó. És akkor ezt nem fogom itt szétcsöpögtetni? Hát, hogyha beleharapok a linzerbe. Nem, mert tányéron lesz rajt, és akkor majd úgy. Mindjárt, hát jöjjön meg. Mi a feladatunk a tejjel? Fel kell rakni. Rendben. Csak vigyázzunk, hogy ne ígyen. Reméljük, hogy most nem jön elő a palacsintás problémám. Itt túl sokat töltök bizonyos adagokban, mondjuk óvatosan. A tej, a szalát. Addig ezt bekapcsolom, jó? Mennyi tejet? Az egész dobozzal? Az egészet, azt az 1 litert. Nagy levegő. Ilyen jól még soha semmi nem sikerült. Na és akkor kavargatni kell, hogy ne igyen oda. Igen. Nem tudom, nem pont ezzel kéne. Ez ilyen nyugodt feladat, ez nekem való. És akkor ezek már jó? Aha. Ja, meg is vagyunk vele. Hopsz. Nagyon jó. Lejjebb lehet tenni egyébként. Jó, ez a szépen földögél. És akkor most jön az a rész. Hogy ehhez adok egy kicsit tejet. Hőkiegyenlítünk. Így. Szavakat tanulok meg a műsor miatt. Habberűt azt kölcsön kérem, hogy el is kavarhatod igazából. Most már mindent kavarhatok. Mondom, szöknek a madaraim. Figyeljél már rád. Mindenhol. Jó, és akkor hozzá lehet adni. Ez jó, ezt ki is lehet tenni. Köszi. Folyamatosan kavard, mert vagy leég, vagy keverem. Beízél. Jó, akkor megtisztítom addig a helyet. Én kupival dolgozom. De tudod, a főzéssel együtt jár a takarítás is. Hát, azt remélem nem sokan hallják. Ja, megkóstolom. Kinézetre jó. Az fél siker. Még egy kicsi vaníliás cukrot lehet hozzá. Segíts, Doru. Felhatom.
Perc, már egész habos. Nem fáradt el a között. Az már rég. Már teljesen mindig. De az nem most mindjárt kész, nem? Én késznek ítélem. Nem azért, mert elfáradtam. Véletlenül sem. És akkor most mi is ilyenekbe fogjuk tálalni. Bizony. Én elővettem a két helyet is azért, hogy a stáb is ehessen. Nagyon jó. Egyet, kettőt tálaljunk ki a kehelybe is. Ezt összekeverjük, vagy a tálalással? Hát nem, majd egy kicsit rakunk ebbe, és akkor egy kicsi habot rá. Szóval nem csináljuk meg először ezt. Igen, mutasd meg, hogy ezzel hogy kéne dolgozni. Jó. Nem egy olyan nagy dolog egyébként. Inkább ez de itt a... De fel lehet vele vágni, hogy jól néz ki. Ez itt csak a kinézetre megy. Uh-huh. Ezt ugye hidegen jobb lenne hozzáadni, mert kakaóvajjal van kikenve. Uh-huh. És a meleg lehet, hogy felolvassza a kakaóvajat, és akkor ki fog folyni, de ez majd kiderül. Ha nem, mi akkor kimarad. Jó, és akkor egy... Madárka. Hát, hogyha ez... ebbe beleharapok, akkor nem folyik ki, ami benne van? De hogy nem, ez kanára kell. Csak ez egy darab nem elég egy embernek ebből, vagy ötöt meg kell, hogy ez nagyon jól néz ki. Akkor tálaljunk ki egyet-egyet kehelyt is. Jó. Most megnéztük az éttermes verziót és a séf verziót Bencénk által. Igen, de én a magam ura vagyok. Ez kevés benne, nem? Még teszek rá, csak szintezem. Hát ez nem tudod. Én megpróbáltam. Jó. Innentől kezdve én félre is vonulok. Egy kis kanállal. Már a sikri kesszük. Igen, kézzel sokkal profibnak. Úgyis mindent kézzel csinálunk. Na, én is elkészültem. Egyszerű desszert. Egyszerű, de nagyszerű. Egészségükre. Sziasztok! Sziasztok! Műsorunk közreműködő partnerei Boszkó Wood Kft., Székelyhús Kft., Evezős Csárda és a Jonatán Zöldség Gyümölcskereskedés.